Két országot és több mint 20 települést érintve érkezett meg Nagy Szalontára, Arany János szülővárosába Tóth Péter Lóránt versvándor. A Kiskunszent Miklósi tanár a verszarándoklattal szeretne tisztelegni Petőfi Sándor és Arany János barátsága előtt. Petőfi Sándor és Arany János barátságának tiszteletére verszarándoklaton vett részt Tóth Péter Lóránt, Kunszent Miklósi tanár, a Pro Cultura Hungarica díjjal kitüntetett versvándor október 17-én a Petőfi emlékév kiskörösi záróeseményen indult útnak, majd gyalog, szekéren és csónakon két országot és több mint 20 települést érintve érkezett meg Nagyszalontára. A 250 megtett kilométer utolsó szakaszán több száz diák kísérte végig a zarándokot. És az ember állandóan rohan buszhoz, vonathoz, tömegközlekedéshez, hanem egy kicsit lelassulni, egy kicsit benne lenni magában a történetben, bevonni olyan embereket is, akik egyébként nem lennének, hiszen így most a diákokon kívül én útközben találkoztam boltosokkal, kocsmákba bementem, és Petőfi verseket mondtam a polgármester hivatalokban, szóval sokkal több embert el tudtam így érni. A zarándoklat a Zilahi Lajos művelődési házban zárult, ahol a Toldi írójához elküldöm levelem című Petőfi és Arany János életét megelevenítő műsort hallgathatták meg a diákok. A humoros, interaktív irodalmi előadás során a résztvevők levelezéseken, verseken és legendás történeteken keresztül ismerhették meg a magyar irodalom legrövidebb ideig tartó, de legmélyebb barátságát.